kívánok! Úristen! Milyen szépen zenélnek! Jó napot! Nem baj, hogy lekamerázzuk, és akkor közben hallgatjuk a gyönyörű zenéjüket. Jó. Magyarországgal kapcsolatban állandóan, hogy nem tudom, az adatvédelmi ombudsmannak kisebb lett a hatásköre, vagy hogy a bírók máskor mennek nyugdíjba, mint szeretnék, vagy nem tudom. És nem ezt mutatják hát igen, be. Igen, tehát, hogyha az emberi jogi sérelmekre kíváncsiak, akkor jöjjenek ide, és nézzék meg, hogy kérem szépen, itt ez van, ilyen körülmények között kell élniük embereknek, ez az európai normákkal nem összeegyeztethető, ez ellen kellene valamit csinálni. És akkor lehet, hogy még én sem élnék egy szót se szólni, mert akkor azt mondom, hogy tényleg Európai Unió, hát ugye harmadik világbeli állapotokat nem lehet eltűrni, de ők nem ezzel foglalkoznak, hanem mondva csinál dolgokkal, és ez pedig a világon a legtermészetesebb, és most valószínűleg minket vádolnának, hogy mi valószínűleg rasszisták vagyunk, és azért gondoljuk úgy, hogy ez így nem helyén való. Érted, akkor mi történne ilyen helyzetben? Az, amikor a kötelezettségek elmulasztása és kötelezettségek nem teljesítéséből fakadó nagyon súlyos jogsérelem keletkezik a jogkövető állampolgárok irányába, akkor ezek a liberális jogvétők és ezek a nemzetközi alapítványok érdekes, hogy soha nem hallatják a hangukat, és ezeknek a megszüntetésében soha nem akarnak úgymond intézkedni, és ezáltal állapotokat, igen. És hogy a cigányok is a magyarokkal együtt ilyen állapotok között élnek, és a cigány gyerek azt szokja meg, hogy ez így természetes, és nem lesz semmi változás a következő generációban sem. Amit még egy fontos gondot, és mindig arra helyezik a hangsúlyt, hogy az embereket megvédjék a jogszabályok visszatartó erejétől. Tehát a jogszabályok és a rendszabályoktól akarja megvédeni. Mindig úgy állítják be, mintha az ezzel kapcsolatos intézkedések az veszélyeztetnék az emberek szabadságát, és le akarják bontani azokat a rendszabályokat, amik ezt amik megakadályoznák, hogy ez ne legyen. Mert én ezt gondolom, hogy erre is nagyon nagy hangsúlyt helyeztünk, hogy mi nem az ő úgymond szabadságukat védelmezzük a rendszabályok lebontása által, hanem mi azt csináljuk, hogy a rendszabályok és a kötelezettségek megkövetelése által egyfajta minőségjavítást akarunk az ember személyiségébe. Tehát ez egy nagyon fontos különbség az érpedaki modell meg a liberális jogvédelem között. Van más kutya másra? Semmire. Én csak azért kérdezem. De szép kutya egyébként. És csak két hónapot. Szép, de nézve útlap is. Két hónapot. Annyi kommentárt hagyj fűzzek hozzá, hogy tehát itt lóg ez a szerencsétlen patkány ezen a Poznán,
És mondjuk a civilizáltabb emberek kedvéért hagyd mondjam el, hogy itt nyilván ugye az történt, hogy az volt a szórakozás itt a fiatalok körében, hogy eltalálják-e ezzel a feldrótozott lábú, szerencsétlen nyomorult patkánnyal az áramvezetéket. És hát a jelek szerint sikerült. Na most a kedves liberális jogvédő kollégáimnak üzenem szeretettel, hogy jól jegyezzék meg ezt a képet, meg úgy ezeket a képeket, amiket mi itt most bemutatunk, és gondolkodjanak el azon, hogy vajon tényleg az-e az ő küldetésük a világban, hogy gyerekeket, fiatalokat, időseket, férfiakat, nőket olyan helyzetbe hozzanak, hogy a szabadságukat abban éljék meg, hogy ilyen körülmények között éljenek. És vajon a liberális jogvédő barátaim, akiknek a gyerekeik ugye tipikusan külföldre készülődnek, középiskolába, egyetemre, 4-5 nyelvet tanulva, stb., szeretnék-e az, hogy az ő gyereküknek nyelvóra helyett, zeneóra helyett az legyen a szórakozásuk, hogy patkányokat célozgatnak föl az áramvezetékre? Nagyon szépen kérem, hogy ezen tényleg komolyan gondolkodjanak el. Elképesztő. Nem is gondoltam ezt. Rengeteg trágya van itten, és az udvarban olyan szag van tőle, mikor megázik. Anyukám azt más, hogy a tüdőgondozóba írtak már neki papírt, hogy változtatni kéne a levegőn neki. Égetések vannak, füstök égetik vannak. Égetik a kábelt, meg ezeket, amik most benne vannak a patakban, ezek a hűtődarabok. Ezeket mind elégetik. Ott vannak a szomszédok. Ezt nézzétek meg. Itt a másik szomszéd. Tehát láttuk az előző szomszédot, itt a másik szomszéd. Öröm lehet két ilyen takaros szomszéd között élni. Ezért vagyunk tele a patkányokkal, mert ide hordják a szemetet, és a legtöbben még a vécét is ide hordják kifele. Mutassuk meg. Itt az a környezet. Le vannak takarva. Ez kinek a tulajdonában van ez a ház? Ez egy önkormányzati igen, ház. Igen. Tehát az önkormányzat tartja ilyen takarosan a házikóját. Köszönjük szépen. A fiam jött haza az iskolából, 10 forintot fizetett, kifigyelték és utána jöttek, és szétütötték neki a fejét. 3 fejbe vágták vasrúddal, a gyereknek szétszakadt az agya, és azt mondták, mikor a bíróság ott van, nem bírtam az ügyvédeket megfizetni, hogy ők a gyereket nem akarták megölni, csak meg akarták piccelni, 3 fejbe vártam vasrúddal, szétszakadt a 14 éves évemnek az agya. Ez mikor történt? Ez pontosan most 8 éve. És meghalt a 14 éves fia? Meg. És tudják, hogy ki volt az elkövető? Persze, ez a rohadék, aki előbb bevitt annak a fia. És csak 5 évet kapott, mert nem tudtam az ügyvédeket megvenni, és Pesten volt már 4 bíróság. Tárgyalt az ügyet, és ők azt mondták, hogy a gyereket nem akarták megölni, csak megviccelni. Hát ti 3 valaki fejvágok vasúddal, az vicc. És véletlenül a 10 000 forintját is elvették? Azt nem, hát hivatalosan ennek úgy kellett volna kijönni, hogy brutálisan elkötött a rablógyilkosság, de már végül úgy megvették az ügyvédeket, meg a bíróságot, hogy azt mondták, hogy ez csak játék volt. Játék, játszottak a gyerekek. És önnek a 14 éves fia gyilkosaival kell gyakorlatilag itt tovább igen, élni az van, életét? Így van. És ez milyen? Hát ez nem lehet. Ez nem lehet jól élni. És még van neki pofaja kín az utcára, úgyhogy ez kegyetlen van.
elég nehéz az életed itt a Durandán. Te is itt élsz. Mióta és hogyan élsz itt? Hogyan tudnád jellemezni itt a mindennapokat? Szüleim 81-ben vásároltak az Akaszka utcába, akkor még Kisantal utca volt ingatlant. Akkor egy teljesen normális környéke volt ez a területnek, egy kertváros résznek lehetett nevezni. Virágos kertek, akácfák voltak, itt a hobbikban zöldséget, gyümölcsöt termeltek az emberek. És akkor egy gyönyörű része volt ez Gyöngyösnek. Mindez tartott ilyen 90-91-ig, amikor az önkormányzat megvásárolta az első ingatlanát, és akkor ott folyamatosan betelepítette a roma lakosságot az önkormányzati házakba, az általa megvásárolt önkormányzati házakba, és akkor megnőtt a bűnözés a területen. Egyre gyakoribb volt itt a magyar embereket ért inzultos támadás, felhamozott a szemét, kutyavelekedetés, kábelégetés, mindennapos a területen, és ott itt a magyar családoknak az életkörülményei teljes mértékben ellehetetlenedtek. Hozzánk egy alkalommal fordult elő, hogy bejöttek a házunkba, amikor édesapám meghalt azt követően, de egyébként az utcán folyamatosan érik a magyar családokat, az zaklatások, az időseket. Milyen zaklatások? Mi történik? Beszólogatások, fenyegetések. Kővel megdobálják az embereket, a magyarok házát, a redőnyeiket betörik, összeférkálják a falakat. Az előbb beszélgettünk az autóban, és azt mondtad, hogy rákérdeztem, hogy mi a foglalkozásod, mit dolgozol, és mi volt a válaszod? Jobb, hogyha te mondod. Szórólapot terjesztek éjszakánként, mivel nem igazán tudok teljes műszakú munkát vállalni, mert a házunkat nem lehet felügyelet nélkül hagyni. Édesanyám rokonnyugdíjas, és felváltva foglalkozunk azzal, hogy őrizzük az ingatlanunkat. Amikor édesanyámnak van dolga, akkor én vagyok itthon a házban. Tehát egyszerűen nem lehet napközben a házat őrizetlenül hagyni. Nem, hiába van kutya, előfordult, hogy a kutyát begyógyszerezték, megmérgezik az állatokat. Kezdjünk el akkor sétálni, és ha megteszed majd, hogy mutatod, hogy mi a legfontosabb látnivaló. Édesanyám itt 54-ben itt született ebbe a házba, ott a szembe lévő ház volt az ő családi házuk, akkor még nem ebben az állapotban, sem ebben a formában. Ugye ő is itt töltötte a gyerekkorát, ezen a környéken nőtt fel, úgy, mint én. Akkor még olyan volt ez a környék, hogy bármikor felügyelet nélkül kint lettek a gyerekek. Autó nem volt az utcában, nem volt átmenő forgalom, és a patakban játszottunk. És úgy gondoltad, hogy te is itt fogod leélni az életed. Hát igen, és aki ilyen körülmények között született, és ilyen helyen nőhetett fel, az a gyerekeinek is ilyen körülményeket szeretett volna szerintem. Mert akkor ez tűnt a legmegfelelődnek, és tényleg egy olyan nyugodt városrész volt ez a terület, hogy semmilyen probléma nem volt. És most szeretnél elköltözni innen? Már igen, most már igen. Van ennek valami akadálya? Hogy hát részben az, hogy az ingatlanunk annyira elértéktelenedett, hogy már nincs is rávevő. Már az önkormányzatok kívül nagyon hosszú évek óta nincs más házvásárlás, csak az önkormányzat révén jön létre. Itt már olyan mértékben elértéktelettek a házak, hogy 1-2 millió forintos vételáron az önkormányzat, vagy maximum 5 millió forintos vételáron az önkormányzat vásárolja meg az ingatlanokat. Nálunk ugyan ez volt a tendencia, hogy a bűnözés felszaporodása miatt a közbiztonság megromlott, a rend az teljesen széthullott, és ebből fakadóan úgymond az ingatlan árak azok nagyon mély pontra kerültek, menekültek az emberek és áron alul is eladták. Tehát ez a tendencia volt, hogy mindenki azt próbálta, hogy minél előbb úgymond lelépjen, ott hagyja a teleplést, és akkor nyilván azóta, hogy az a rend megszilárdult, ez most már inkább még abba ütközünk, hogy tehát az ingatlan árak már olyanok, hogy megnehezíti tehát a megvásárlását, tehát annak mondjuk az önkormányzatnak is, mert mi elkezdtük azokat a használaton kívül ingatlanokat megvenni, amit nem művelnek, nem akarnak művelni, és azokat folyamatosan kezdtük el megvásárolni, így most már úgymond a lakosság is sokkal jobb odafigyel az ingatlanok minőségére, értékére, rendben tartottságára is, gyakorlatilag emiatt növekedtek az ingatlan árak, és emiatt a fiatalok is településen maradnak, és ott vesznek ingatlant. Valami például ennek a háznak a történetéről. Hát ez a ház, ez Szotkor támogatással épült, ennek a tulajdonosa fent lakik az Akaszka utca végén. Most már a lótartás véget, kiköltöztek
mert ugye ott szabályok bejöttek, és 2007-ben egy önkormányzati rendelet megszüntette gyöngyösen a lótartást, a nőtestőállatok tartását, és ők kiköltöztek egy tanyár, és ott folytatják ezt tovább. Ezt a házat soha nem vették, hát ez nem készült el, ez azóta így van, és folyamatosan... Tehát ez egy önkormányzati tulajdonban lévő ház? Ez szocport támogatással épült ház. Földhivatali nyilvántartóból megkeressük, hogy ki az ingatlan tulajdonos, és akkor nyilván akkor annak az ingatlan tulajdonosnak küldünk egy felszólítást, hogy sürgősen és haladéktalanul tegye rendbe az ingatlanját, és hogyha nem teszi rendbe, akkor nyilván akkor megfelelő bírságot adunk, de ilyen esetben ezt a követvédelmi felügyelősséghez is mindenképpen kellene, mert itt veszélyes hulladéktól kezdve itt minden van, látszik a gumiktól kezdve, tehát az mind közegészségügyi állapotok is egyébként katasztrófás, tehát ANTS kormányhivatalnak ide mindenképp kell jönni, és még egyébként mi felajánljuk azt az ingatlan tulajdonos számára, hogyha nem akarja hasznosítani, vagy nem akar rendbe tenni, akkor tehát egy kedvezményes áron megvásároljuk, és akkor mi tesszük rendbe. Tehát bárkinek eladhatja, tehát nem ragaszkodunk hozzá, de ez tarthatatlan, tehát ezt mindenképpen fel kell számolni. És hogyha ebben az esetben nem érnénk el a tulajdonost, akkor pedig azt kell csinálni, hogy akkor ezt az önkormányzat elvégzi, vagy elvégezteti valamilyen cége, vagy nálunk most már van már egy non-profit Kft., ami ezt elvégezni, és akkor utána pedig ezt a költséget rá kell terhelni az ingatlanra. Világos. Azért azt is érdemes tudni, ugye, hogy most újra kezdik a szocpol építkezéseket, ugye a szociálpolitikai támogatással, hogy ezért érdemes tudni azt, hogy a régi szocpolos házak közül némelyik, és nem is kevés. Nagyon igen, jelentős része így néz ki. Tehát elhagyják a tulajdonosok, evek 30-adjára érdemes lenne tudni például, hogy erre a házra az adófizetők pénzéből mennyit fizettek ki szocpol támogatást. Biztos, hogy több millió. Jó napot kívánok, Te vagy Szédes, hogy hívnak? Borda Benjamin. Nagyon csinos fiú vagy, Benjamin. Örülök, hogy találkoztunk. És ő Borda Csikán vagyok. Jó napot kívánok. Arról beszélgetünk, hogy milyen itt a Durandán az élet. Hát milyen az élet? Itt minden van, csak élet nincsen. Mert hogy? Mert hogy köszönhető a polgármestereknek. Mert? Mert miután megvannak válasz az alpolgármester is, meg a rendes polgármester is, azóta a lábukat nem tették erre, csak az emberek arra jók, mikor vannak a választások. Olyankor ígérgetnek minden szépet, minden tisztaságot, jót, többet, csak az ígéret szép szó, betartsák úgy, jó, ez a mondás erre. Mert erre a két polgármester annyit nem tesz arrébb, hogy egy fadarabot arrébb tegyen. Mi az, amit most itt sürgősen kellene csinálni? Hát a tisztaságot. Nézzenek körül, hogy élnek. És a gyöngyösi cigányok, meg a magyarság így vannak beállítva, hogy a retkeségben, a piszokságban így élnek. Na de hát valahogy keletkezett ez a piszok, hát nem? Hát persze, hogy keletkezett, mert konténert nem hajlandók hozatni, mert úgy tesznek, hogy arra is pénz kell, mert nincs az önkormányzatnak pénze, nem tesznek konténereket, és a cigányok meg ezért hordják a szemetet, mert nem tudják, hogy hova tegyék a szemetet. És sokan mondják azt, hogy az embereknek a hibája. Ez nem az embereknek a hibája, hanem a két polgármesteré, az önkormányzaté. Hát ha arra tovább mennek, szerintem maguk még össze is hányják magukat. Mert döglött állat, minden az ég adta világon, minden van. És ebbe a körülményekhez vagyunk élve. Mert más nem tudunk semmit csinálni, csak azt ad, hogy mi nekünk az van, hogy dugó, magyarul mondva. Uh-huh. Polgármester úr, te hogy látod nem, ezt? Tehát én csak szeretem volna megkérdezni azt, hogy tehát itt hetente nem jön a szemétszállító kocsi? Hát a szemétszállító jön, de figyeljen már ide, kedves polgármester úr, akinek nincsen kukája. De miért nem vesz kukát? De én nekem van kukám. Én nekem van kukám, csak másoknak. Egy kuka kevés. Ha egy kuka kevés, mert vannak erre több lakosság szerintem. Szerintem itt is van, ide ki kéne egy konténert tenni. Ha udvarukba úgy gyűlik a szemét, akkor nem abba a kék kukába kéne tenni, hanem ki kéne vinni, és a konténerben nyugodtan bírhatnák tenni. Szerintem, ha konténerek lennének itt erre, szerintem még nem lenne erre szemét. De mert akkor az emberek onnan bírnák söprögetni, és abba bele bírnák tenni. Csak magyarul mondva, megmondom magának az őszintét is,
magának is, meg a Pozsi Kisvának és az alpolgármesternek is, akkor jók az emberek, mikor választás van. Maguk ígérnek mindent, maguk ígérnek mindent, csak nem tartsák be. Ja, tudom, tudom. Mi nekünk jó, az is, ha mellettünk szarnak, magyarul mondva, még az is jó, ha nem mellettünk szarnak. Hát nézzenek körül, jöjjenek erre, vigyik, fel erre az utcába, a patakokba, a patak régen nem így nézett ki, régen az emberek abban mostak, abból ittak, a hidakat megették, a csapokat megették, erre mindent, magyarul mondva. És a polgármester erre nem reagál semmit, nem csinál semmit. Én ezzel vagyok kiakadva. Ígérgetnek, ígérgetnek, csak soha nem tartsák be. Arról mondjuk, arról a csapról tavaly a kukac folyt. Nem víz jött belőle, hanem a kukacok ették. Mert erre, hogy tele volt szeméttel. Nézzenek el, így kéne kinéznie. Szerintem sehol nincsen olyan, mint itt Gyöngyösön. Felmerült itt a szeméttárolás, hogy vagy ez a, tehát jár a kocsi, tehát ha etente... Jár a szemét, elviszi, aki fizeti a kukadíjat, 7000 forint. De ezt mindenkinek kell fizetni. Persze, hát az kötelességünkben. Igen, és azt fizetik? Akkor miért, persze. Hogyha fizetné, akkor nem értem. Halása ide is dobálják. De akkor miért ide döglött kutyákot. Ki dobálja oda döglött? Honnan tudjam, az én kutyámat is megölették. Felgyújtották a házamat, a melléképületemet, a romák. Felgyújtották, be lehet, hogy haragosaim vannak. De ezeken fel kellene lépni, hát aki mit. Hát jelentettem, de most kit jelentsek fel, érti, ha nincsen bizonyíték. Itt nem, ára nem segítenek semmibe. Én nem mondom a polgármesternek, a Faragó László se való semmire. Én nem mondom őszintén, mert nem támogat semmibe. A Bozsik is csak ígérget, a Bozsik István, mindenki, ára, a Duranda, úgy vagyunk, elnyitváló, repletelep. Leszárják az embernek magyarán elnézést, aki a fejét. Semmit nem csinál. De akkor nem olyat kell oda tenni, aki nem ezt csinálna. Itt ígértek fát, fűt. Mondta a Bozsik is. Ránk szavaztok. Cigányok, jó körülményben lesztek. Semmi. Az ég adta világ. Rászavaztunk, semmi. Semmi. Nekem már egy éve nézem, hogy milyen életveszélyes a kapu. Az egyik hiperaktív, mondom, a szellemi fogyadékos sajnos a fiam. Úgy született. Ő ide jár a óvodába, innen is ki akarták már dobni. Mert ugye örök mozgó. A gyerek 2 percet belül nem tud ülni. Na most hazagyön a vodából, én most hiába zárom be ezt a kaput. Lássa, nagyon jó. A lyukon kimegy hátra. A cigányok ki vannak rá akadva ára fente, főt akarják vagdosni, fenyegettek már vel is. De mondom, mit csináljak velük? Mondom, ismeritek, itt lakok már 6 éve, 7, mondom, a gyerek beteg. Persze járok fel, a legnagyobb főorvosra járok fel a Bükihő. Ideg gyógyász. Megvan nekem ez magánorvos, fogadva. Mi láss, arra is költöm a pénzt. Azt leszárják a fejemet. A gyereket főt akarják vágni fent a cigányok, azért már ugye dobál. Kocsikot dobálja. Tehát hát úgy látom, hogy itt a cigányok egymással is harcolnak. Jó, a gyerekek még főleg. Még főleg. Én mondtam nekik, vágjatok főt, hő? Majd kihívom a rendőrököt, és akkor majd el lesz intézve minden. Én úgy élek, ahogy tudok, én nem lopok, nem csalok, én bevallom, én tisztességesen élek. Akik terrorizálnak, gyújtogatnak, hát az az uram, egyen meg a szívit, hogy ez az, hogy egy cigány elbassza, már többit elállvetik. Ezt mondom, többit egybe söprik. De ezt mondom, hogy annak a bélyegét rásütik az összes többire. Persze, de azért kell segíteni, hogy azt... Hát arra is olyanok, van aki jó, van aki rossz,
van, aki szemtelen. No. Megnézzük akkor a többieket is, jó? Jó. Azt kérjük, hogy mindenki aktívan tegyen saját maga sorsáért is, tehát mert az nem helyes, hogy valaki tehát semmit nem tesz magáért, és mindig csak elvárja, hogy az önkormányzat és az állam oldja meg. De hogyha együttműködők, akkor ezeket az embereket, akik együttműködnek, mint ahogy ő is őszintén elmondja a dolgait, ezekkel együttműködve meg kell mutatni a helyi közösségen belül, hogy hogyan lehet a közösen a saját erőfeszítéseiknek a serkentésén vagy keresztül, hogy lehet megoldani problémákat. És igenis a többiek, akik akarják, ezt kövessék, de aki viszont ezt rombolni akarja, azt megmondom, abban segíteni kell. Tehát a helyi együttműködő cigány származású személyeknek is, hogy igen, azok ellen meg fel kell lépni. Tehát ő milyen jogon gyújtogat ő házat? Tehát nem is értem. Tehát ezeket nem maradhat büntetlenül. Kedves polgármester úr, ha itt kinézi, láss azt a csapot. Kérdezem igen. Én magától. Mikor szültek itt az asszonyok, mert szülnek itt az asszonyok, kicsikora óta meg volt nekik az állapítva, hogy fertőzésben vannak a gyerekek. Hát persze, hogy fertőzésben vannak a gyerekek, ilyen körülmények, akkor mindenhol ott rágya, még hogy abból a csapból. Tavaly rendesen a kukac folyt. Ez hogy van? Aki azt mondja, hogy szól, az azért, mert rendet akar. Ő normális körülmények közt akar élni, ezért szól. Az nem vamzer, az nem besugó, és ezekkel nem kell foglalkozni. Tehát aki ilyet mond, azt arra kell legyinteni, hogy ez hülyeségért beszél, és igenis kell megkövetelni, és járni azt az utat, hogy igenis szólunk, igenis együttműködünk, és akkor így szépen felszámoljuk. Tehát azt is, hogy tehát hogyha most lehet, hogy eltakarítja egyszer a polgármester, de nem lehet engedni, hogy azt utána bárki oda hordja. Az Európai Parlamenti képviselő, és jöttünk ide tanulmányozni a cigány-magyar együttélést, hogy hogy élnek itt a Durandán együtt cigányok, magyarok, meg hogy egyáltalán milyen az élet itt a Durandán. Hát itt nagyon szegényes az élet. Itt nagyon szegényes az élet. Ez már borzadalom. Borzadalom, ami itt folyik ebben az utcában, meg ezen a részen, a durandai részen. Nem hajlandók semki, semmit tenni értük. Semmit, itten úgy néznek az embert, mint hogyha nem emberiség lakta itten, hanem állatok, vagy mit tudom én, hogy minek nevezzem őket. De ez egyáltalán, ez nem emberhöz való méltó ez a helyzet, ami itten folyik. És kik azok, akik ebben nézik az embereket, hogy mintha nem... Hát szerintem az önkormányzat se akar sok mindent tenni értük ezen a részen az itteni lakóké. És mit kellene csinálni? Hát mit kéne? Valamilyen megoldást kéne ezekre találni. Mire? Legalábbis például nem ezeket a cigányrészt összecsoportosítani őket. Tehát, hogy túl sok cigány lakik egy? Hát így van, így van. A cigányságnak a 75%-a biztos, hogy itt lakik. És az miért baj? Hát a... Itt ön miért baj? Szereti a cigány embereket? Nem. Nem arról van a szó, nem szeretem a fajta származatomat, nem tagadhatom, meg nem is fogom megtagadni. Nem az, hogy itten ez egyáltalán, hát láthatják, élő tanúk. Itt is elkezdték 3 évvel ezelőtt a szanálást, azt megállt az égvilágon, minden az égvilágon megállt itten. Hát itten már nem is emberek, úgy veszik, mintha nem emberek. Hát olnokot menő, gettótelep. Meg hozzávették a dolgokat B13-hoz. B13, mint a filmben van az a B13. Hát itt is emberek élnek, nem állatok. Itt is szeretik a romák azt is, hogyha tisztán élnek. Megvan nekik a szegénységükhöz képest mindenük. De és ők mit akarnak tenni saját magukért? Ők szeretnének szerintem dolgozni is. Igen. Dolgozni is. Majd már munkanélkül nem tud az ember egyáltalán megélni. Itt két lehetőség van. Vagy munkát, amit tisztességes bérben, nem 40 000 forinté például, és akkor elvárják azokat a feltételeket, mint egy normális ember meg van fizetve, egyat. Meg szerintem itt már nem is tudom egyáltalán, hogy milyen megoldást kéne nekik a parlamentnek, vagy a
nem is tudom, önkormányzatokat. Azért jöttünk, hogy megkérdezzük önöket, hogy miért ugye a parlamentből jöttünk, illetve a polgármester úr egy olyan települést vezet, ahol sikerült megoldani ezeket a problémákat, tehát azért kérem az nálunk ő nem tanácsát. Nálunk nem Durand, de nekik Chicagónak hívták. Hát de már most nem úgy hívják. Itt is vannak olyan gyerekek, ugye, aki... Itt is vannak olyan gyerekek, akik tényleg szemtelenek. Fiatalság, igen, szemtelenség. Igen. Valamikor a régi cigán törvény szerint ez nem volt ez. Igen. És azt a törvényt kéne visszafizetni. Régebben cigány ember az régebben oda ment, hogy egy fiatal gyerek úgy beszélt, és oda ment a szüleihez, hogy ezt a tizé, azt nem kérdezte, hogy nyakon vágta a gyerekét, vagy a lányát, vagy akármit. De most nem. Most már nem élez a törvény. Nincsenek itt most a cigánságnak olyan tisztességes vezetői, akik valahogy rendet tudnának csinálni? Tehát akik azt mondanák, hogy gyerekek, itt a szemetet föl kell szednünk. Volt, vagy... tavaly is volt egy ilyen, hogy akció, úgy, hogy összeizítünk, úgy összefogott a cigánság, magyarság összefogott, és nagyjából ez úgy időjelben hozzátéve, hogy takarítottak az emberek, takarítottak. Szép, helyes. És akkor miért ugyanúgy a városban. Hát ez a program is már megszűnt. Aha. Ez a program. De ez nem kell nagy program, tehát most itt vannak önök, vagy nem tudom, magázódjunk, vagy tegeződjünk, most teljesen mindegy. De azt mondom, hogy és akkor, tehát ezt elő kell írni, itt vannak az életerős fiatal emberek, itt vannak, és akkor szólni kell nekik, hogy akkor minden nap egy fél órát, mit tudom én, rááldozunk. És akkor ezt néhány nap kell csak, nézze, utána pedig azt mondani, hogy akkor aki az eldobálja, az... Az biztos, hogy bűnösek, majd nézzék, csak menjünk végig. Szólni nekik, hogy akkor... Hiába vannak szóval, ők is bűnösök az itteni lakók. Ők is valamilyen szinten meg lehet érteni a magyar embereket is olyan téren, hogy ezt a környezetet saját maga telepítettek ezen. Én mióta én tudom az eszemet 15 éve, már biztos. 15 éve, hogy változott ez a helyzet, 15, rendszerváltás óta. Ezen a részen, a zégvilágon semmi, de semmi nem változott. Nem csak a főtérnek kéne szép lenni, meg a városnak. Nem csak a főtérnek, meg a városnak kéne szép lenni. Nem veszük egy kalap alá, hanem azt nézzük, hogy ki az, aki együttműködő a cigány közösség közül, vannak és ki az, aki vérbűnöző. És azt mondom, de abba kérjük mi a cigányságnak a segítségét is, hogy azt az a vérbűnöző, aki miatt rányomják az összes bélyeget a többire. Leülni vannak cigán vezetők, na, de leülni hol cigánok, hol vannak? Hol vannak? Itt szavazták le, az cigány szavazások tették az X-eket rájuk. Hol vannak? De miért tették rá az X-eket? Miért? Na, mert tudja mit, az embereknek a 95%-a befolyásolható. Amikor te nem mondod meg, hogy ki az a bűnöző, te cinkos vagy, elhallgatjátok, mert féltek tőle, vagy nem tudom micsoda, vagy nem akarjátok a konfliktust meg a verekedést, akkor te hozzájárulsz ahhoz, hogy a bélyeget rád süssék. Mert fenntartjuk azt, hogy az ő ne derüljön ki, ne váljon el, mert ez, hogy nem derül ki, hogy kicsoda, akkor az ő által elkövetett bűncselekmények miatt majd téged is ugyanúgy kezelnek. Ezért kell szétválasztani ezeket, és segíteni, hogy azokat megfegyelmezzük azokat. Vannak tőlünk okosabbak, diplomásabbak, nagyobb iskolával rendelkező emberek. Ezt le kéne olyan emberekkel ülni, és akkor összehívni az emberiséget, összehívni, és akkor erre valójában egy törvényt kidobni. Felterjeszteni a parlamentet. Igazán, mert mi is ezt parlamentet fórum kell, mert anélkül nincs megoldás. Parlament elé tenni, és akkor a szemet vagy akármilyen dizit csinálni, akkor elítél. Most én, ha azt mondanám a cigányoknak, hogy felállítok itt, teszem azt most 200 cigánt, és én megkérdezem tőlük, hogy melyikőtök akar dolgozni. Elhiszi nekem, hogy mind a 200-ból 200 jelentkezik? Az egész. Jó lehet. Jó. Arra nagy hangsúlyt helyezünk, hogy igenis definiáljuk a szabályrendszert. Hogy mik az elvárások és mik a szabályok. Azt teljesen világossá kell tenni. Tehát azt mindenkinek tudni kell a 5 éves gyerektől a 70 évesen keresztül mindenkinek. És utána viszont, amikor tudja mindenki, akkor viszont meg tehát szisztematikus, következetesen folyamatosan megkövetelni. Ugye
ugyanilyen ördöge van, az rettenetes. A múltkor, meg múlt héten volt, söpröttem a házat, fújt a szél. Mondom, hát olyan volt, hogy világ ideig ért a szemete. Összesöpröm, egyszer csak repül a kő, a fejemet majd szétütte, éppen mellettem esett le egy nagy kő, éppen behoztam oda, meg a másikot, meg nem is egyet dobott, de nem tudom, már macskát meg hagyítottam vele, mert kaparta ki a veteményemet. Aztán ott van még az egyik, az majdnem eltanult a fejem. Múlt héten lementem a húgomhoz, gyűvök haza, kiabál a cigánygyerek, te vén kurva, hogy a rákíz egye meg az életedet, rohadt, az hagyigott meg az is. Ilyen gyereke. Nos, bementem oda a rossz házba, ja, ott volt az anyja, mert az meg a Bocske utcába laknak, ott perkalkodnak, mindent összeülnek, mert ott van a gyülekezet. Aztán mondtam neki, hogy ide figyelj, taníts meg a gyerekedet, azért van, mondom, nekre kapjátok a gyereknevelést, meg kaptok mindent a világon, mondom, hogy neveld meg a gyerekedet. Hát mondom, itt ülsz most is, miért nem fogod a kezit neki? Egy 3 éves sincs ez a kölyöktől. Egyébként, tehát nálunk, hogyha ilyen előfordul, és nyilván ez tudomásunkra jut, akkor ez azonnal jelzés megy a gyermekvédelmi szolgálathoz. A gyermekvédelmi szolgálat azonnal intézkedik, a szülővel elbeszélget, és akkor nyilván annak megfelelően, tehát el van igazítva, hogyha ezt tehát nem mérség, és ez folyamatosan előfordul, akkor veszélyezteti a gyermek erkölcsi fejlődését. Persze. És én mindig, igen, a szülőnek, és hogyha ezt nem oldja meg, én ezt szoktam nekik mondani, ez nem probléma, főszabályként rád van bízva, hogy old meg az erkölcsi fejlődését, ne kössön be az öregekbe, ne káromkodjon, ne köpködjön, ne tegezze őket. 84 éves leszek most mondani. És mit tudok én ma kezdeni, tessék mondani. Most mondja el a polgármester, és azt szoktam mondani, hogyha ilyen előfordul, akkor főszabályként ő végzi ezt a erkölcsnevelő tevékenységet, de ha nem végzi, akkor pedig ezt szoktam nekik mondani, hogy igyekszünk egy kiváló nevelőszülőt szerezni a te gyerekednek, és majd akkor a nevelőszülő fogja megnevelni. És hogyha azt mondják, hogy azt se tudja megnevelni, akkor majd a következő nevelőszülő fogja megnevelni, és addig lesz, amíg meg nem nevelik, mert kötelessége megnevelni és az erkölcsi fejlődését biztosítani. Ott volt két sor tégla, most itt be van megint téglazva, és ott kiszedték, kibontották a téglát, azt itt vitték el. De úgy tessék el, hogy teljesen nyoma idáig, eddig a gerendáig kérdezték a fátek. De hogy mennyi kellett, hát ki már kigyűnni. Ha van példás intézkedés végrehajtva, akkor annak van visszatartó ereje. És hogy a következetesen van ez alkalmazva, akkor mindenki tudja, hogy nem lesz kivétel. Nem abban reménykedik, hogy vagy nem fog kiderülni, vagy megúszom, vagy nem vonnak fel, stb. Hanem, hogy mondom, ez a titka, hogy a következetesen kell példás intézkedést kivételezések nélkül, kettős mérce nélkül, és ennek a rendszernek, vagy ennek a hozzásnak van visszatartó ereje, és az megszilárdítja a rendet. De hogyha ez nincs meg, akkor nyilván akkor bármikor, mert látja, hogy bejön a labda, akkor még utána tudja, akkor máshol is jöhet, mert sosincs semmilyen a következménye. Itt egy éjszakát végig aludni, az ritkaság. Hogy valamiért kelljen kidézni, vagy felkelni, vagy beébredjen fel az ember. Szóval egyszerűen ez, hogy mondjam, élhetetlen állapot. Se egy nyugalom nincs, szellőztetni, azt az arról ne beszéljünk, a kábel égetéstől kezdve, a víztől kezdve, szóval koromtól kezdve, szállakorom, nem lesz az udvarom, kiteríteni valamit, mert tel lesz koromban. Mert égetik le a kábelt, hogy honnan szedik. Hogyha ilyen lenne, akkor mi rögtön azonnal fogjuk a videókamerát, fényképezőgépet, ez most tehát már megvan a, úgymond a jelzőrendszer. Tehát ha én ott vagyok, akkor én szeretek menni mindig az ilyen legelőször. Mi legelőször történne nálatok? Tegyük fel, valaki beszólna, hogy most égetik a kábel. Hát hogyha én otthon vagyok, akkor azonnal akkor én megyek, de akkor még lehet, hogy szólok, mit tudom én, aki megkérdezem mondjuk a mezőrt, vagy a rendőrt, hogy hol vagyunk, akkor jöjjenek oda, és akkor ott azonnal videó felvétellel, fénykép felvétellel mindennel rögzítjük, de nyilván, hogyha észreveszi, akkor még távolról, hogy nyugodtan hagyd csinálni, ne legyen utána a vita, hogy csinálta, nem csinálta, ki volt jelen, és utána nyilván oda megyünk, és akkor nyilván utána az illetékes szervet, hát most nyilván jelen esetben egyébként a rendőrséget hívnám, és akkor azonnal vegye fel az adatait, tegye meg a feljelentést, és akkor azonnal szüntessük be, és nyilván, hogyha a mi hatáskörünkbe tartozik a szabálysértés elbírálása, akkor nyilván arra kérni a jegyzőt, hogy nyilván teljes körűen is, ha lehet, mindig olyan jellegű bírságot szabjon ki, ami kellően visszatartó erejű.
körbe lehet látni a Mátrát, tényleg egy káprázatos része az országnak, és akkor egy 200-300 méterre a luxus lakóparktól, itt kezdődik a Duranda negyed, ott már látszanak a szeméttelepek, az embertelen lakókörülmények, tehát ez az a kontextus, az az összefüggésrendszer, amiben elhelyezve kell, hogy lássuk a Durandát. Nagyon szépen, úgymond, helyre lehet tenni, azt gondolom, tehát méltó. Rá kell tenni azt a környéket is ehhez, meg a többi részéhez. Így van.